Gáz és a kőolaj. A földgáz és a kőolaj napjaink igen fontos energiaforrásai és nyersanyagai. Mindkettő szénből és hidrogénből álló anyagok, azaz szénhidrogének keveréke. A szénhidrogének keletkezése a tengerekben kezdődik. Olyan helyeken, ahol nagy mennyiségben fordul elő plankton, azaz apró, levegő élőlények. A tenger aljára lehulló elhalt élőszervezetekre iszap és homokrétegek rakódnak. Az évmilliók során az elpusztult élőlények anyagából a levegőtől elzártan a ráülepedő rétegek nagy nyomásának hatására új anyagok, szénhidrogének keletkeznek. A kőolajat és a földgázt fúrással lebocsátott csöveken keresztül hozzák a felszínre. Ha kőolaj és földgáz együtt található a mezőben, akkor a kőolaj réteget a gázrétegtől egy távolabb eső ponton fúrják meg. Ebben az esetben a kitáguló gáz szökőkút-szerűen a felszínre nyomja a kőolajat. Ha erre nincs lehetőség, szivattyúzással kell felhozni a kőolajat. Gyakran vizet préselnek az olajréteg alá. Az így megnövelt nyomás segíti a kitermelést. A földgáz színtelen, szagtalan, éghető gáz. Fő összetevője a metán. Fűtőgázként használják és vegyipari alapanyagokat is gyártanak belőle. A kőolaj többnyire sötét színű, sűrűn folyó, a víznél kisebb sűrűségű folyadék. A kőolaj nyers állapotban csak fűtésre használható, ám ez nem lenne túl gazdaságos, mert igen értékes anyagokat tartalmaz. A kőolaj feldolgozás fő termékei a benzin és a dízelolaj.